Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit őszintén megmondok, hogy egy kicsit korábbra terveztem, viszont remélem, hogy nem fogtok érte haragudni, és még így is hasznos lesz. Aki nézi Niki Tutorials-t, az tudja, hogy minden évben Halloween-kor csinál egy hetet, amikor csak arcfestések vannak, és arra gondoltam, hogy idén én is megcsinálom, viszont valahogy összekavarodtak a dolgaim, és hát rendesen megcsúsztam. Tegnap láttam meg Instagramon, hogy már vannak halloweeni bulik, és kértétek is tőlem, hogy mutassak valami last minute trükköt, hogy mi lehet az az arcfestés, amit ti is könnyen meg tudtok csinálni. És itt vagyunk azon a reggel, amikor posztolom ezt a videót, és találtam egy nagyon-nagyon cuki képet Pinteresten, és arra gondoltam, hogy meg fogom nektek mutatni, hogy ezt az arcfestést hogy lehet megcsinálni. Szerintem nagyon cuki, és mégis tök vagány, úgyhogy ma ezt fogom nektek megcsinálni, viszont a hét hátra lévő részében, és még szerintem jövő héten is egy-két napot, fogok nektek posztolni arcfestéseket. Lesz benne egy kis csavar is, lesz ijesztő, lesz szexi, úgyhogy tartsatok velem, és kezdjük el az első napot. Ami biztos, hogy ehhez az arcfestéshez kell egy jó alap, tehát mindenképpen ezt először meg fogom csinálni, viszont nem fogom túlzásba vinni, csak egy nagyon pici bőrkorrekciót fogok csinálni, ugyanis itt inkább az arcfestés viszi el a hangsúlyt, ezt azért valljuk be. Az arcomat már bekentem krémmel és primerrel, viszont csak egy picit, hogy ne tudjanak elcsúszni a dolgok rajta, úgyhogy most meg fogom csinálni az alapozást és a szemöldökömet, utána pedig folytatjuk. A kirándulás alatt nyilván nem tartottam be a diétát, és ez kihatással volt a bőrömre is, úgyhogy a Jouer korrektorommal fogok tenni pár pöttyöt csak a pattanásaimra, és megpróbálom azokat teljesen eltüntetni, hogy tökéletesen egységes alapot kapjak. Képzeljétek el, tegnap szerettem volna elmenni a Crayolan üzletbe, megvenni pár dolgot még az arcfestéshez. Sajnos nem szponzorálnak, de tudjátok. Viszont tényleg nagyon szeretem egyébként a termékeiket, és arcfestéshez tökéletesek. Szerintem egyébként a legjobb, de nyilván ez mindenki döntse el magának, hogy mit szeret használni. Viszont van egy termék, amit nem csak akkor használok, hogyha arcfestésről van szó, és ez a fixáló púderjük, és nagyon-nagyon régóta kellett volna már vegyek, mert iszonyat rég elfogyott az enyém. Úgyhogy most megmutatom nektek is, hogyha nem láttátok volna még ezt a fixálóport. Megigazítottam a szemem alatti részen a korrektort, hogy biztosan ne legyen sehol csíkos, és a kupakba kiöntöttem egy kis port, és ezzel fogom fixálni. És közben az arcomon azokat a részeket lefixáltam, ahol tudom, hogy össze szokott gyűlni az alapozó, itt a szám környékén, picit itt az államnál, és a homlokomat, viszont a két oldalát az arcomnak és a nyakamat még nem, de utólag az is meg lesz. És az alappal igazából többet nem is foglalkozunk, most még jön a szemöldököm, amit megcsinálok azelőtt, hogy elkezdeném a narancssárga részét a sminknek. Meg is vagyok a szemöldökkel, és a világosabb színt használtam az egész szemöldökömre, és a sarkokba, vagy hát a két végére, egy picit, hogy hegyesebb legyen, tettem a sötétebb színből is, viszont nem foglalkozok vele túlságosan, látjátok, hogy olyan kis rendezetlen hatása van. Szerintem ez az arcfestéshez nem szükséges az, hogy nagyon éles, nagyon szép szemöldökötök legyen. Mégiscsak egy madárijesztőről van szó azért. És akkor most, hogy egy kicsit közelebb hoztalak titeket, elkezdhetjük a narancssárga részét a sminknek. Kettő darab palettát hoztam ide magamhoz, az egyik a Kylie The Bronze paletta, a másik pedig a James Charles
szor Morphe Collab. Mivel arcfestésről van szó, viszonylag nagy ecseteket fogok használni. Az egyik, amivel kezdeni fogok, az egy Sephora-s ecset, 90-es számú, azt hiszem, hogy ez kabuki ecset, de nem vagyok benne biztos. És az első lépésem az lesz, hogy ide a homlokomra, a két orcámra és az államra fel fogom vinni ezt a narancssárga színt. De még mielőtt az archoz érnénk, az első dolgom az az lesz, hogy a szememet meg fogom csinálni, de csak nagyon nagyjából, tehát ne gondoljatok semmi nehéz szemfestésre. Elővettem egy ilyen kis buci ecsetet, igazából szerintem ez egy satírozó ecset lenne, de fogalmam sincs, hogy honnan van, úgyhogy nem tudom nektek megmondani. És annyit fogok csinálni, hogy ebből a narancssárga színből az egész szemhéjamra fogok felvinni belőle. Hát abból a színből az egész szemhéjamra viszek fel. Valahogy így. Nem raktam pluszba se primert, se semmit, csak amennyi korrektor került a szemhéjamra és magát a színt. Egészen a belső sarokba fogok tenni ebből a színből, de a lényeg annyi, hogy egy kicsit szeretném kivilágosítani a szememnek a belső sarkait. Egészen felhozom ide az orrnyergemre. Kicsit fel a szemöldökömig, és összesatírozom. A képen a csajszínak, ahogy néztem, a szemöldökébe is van egy kis narancssárga, úgyhogy azt a színt, amit az előbb használtam, és ezt itt, egy kicsit próbálgatni fogom, és csak egy pár húzást belehúzok a szemöldökömbe is. Az alsó szempillavonalamra egy kicsit barnásabb árnyalatot teszek fel. Ezt egészen lentre elsatírozom, egészen idáig, és összekötöm. És csak a külső sarokba teszek egy kicsit sötétebbet is, még egy picit sötétebb barnát. És a belső szemzugomba pedig ugyanabból a narancssárgából fogok még tenni egy kicsit, amiből felülre is tettem. És az a jó egyébként a halloweeni arcfestésben, hogy ha egy kicsit elrontjátok, akkor nincsen vele semmi baj. Tehát nem tökéletes. Gyorsan felrakjátok. Ha egy kicsit rendezetlen, akkor még jobb az összhatás. Azt hiszem, hogy ezt akarom mondani. Ezután jöhet a tusz. Szóval nálam a tusnál az a helyzet, hogy az egyik szememnél mindig elbízom magam, és azt hiszem, hogy ez nagyon király lesz, aztán a másik szememnél meg rájövök, hogy még mindig nem tudok tust húzni, úgyhogy ez a végeredmény. Remélem, ti ügyesebbek vagytok nálam, de legalább megmutatom, hogy tényleg nem baj, ha elrontjátok, úgyis nagyon bomba lesz az egész. A következő lépés az lesz, hogy fehér aquacolorral ki fogom húzni a vízvonalamat. Az aquacolor az igazából vízfesték arcra, vagy testre, úgyhogy most ezt fogom felvinni. De egyébként, hogyha nektek van valami nagyon jó szemceruzátok, ami nem kenődik el, vagy nem folyik, akkor tökéletes, hogyha azzal megcsináljátok, sőt, talán az lenne a legjobb, viszont nekem meg olyan nincsen, úgyhogy várom a tippeket, hogy mik azok a szemceruzák, amik nem folynak le, hogyha könnyeztek, mert én mindentől könnyezek, és minden le is folyik. És akkor a szemről már csak a műszempilla hiányzik, úgyhogy jöhet az arc, amit ugyanezzel a narancssárgával és ezzel az ecsettel, mintha pirosítót vinnék fel, csak felviszem az arcomra. But I do.
Látjátok, az orromra is felraktam a narancssárgát, a kis szeplőket pedig ugyanazzal a tusecsettel fogom megcsinálni, amivel a tusomat is megcsináltam, és a szemöldök szettemmel. Egy nagyon picit bevizezem az ecsetet, és csak pici pöttyöket teszek oda, ahol jónak látom igazából. I whoop your ass if I catch you stealing from me again. I whoop your ass if you ever get locked up in a pen. I whoop your ass if you go outside without my permission. I whoop your ass. Ugyanezt folytatom a homlokomon és az államon is. Catch you slipping and whoop your ass. I whoop your ass if you smoking fuckers a puff puff. Miután a szeplőim megvannak, átváltok fekete színre, fekete aqua colorra. És körberajzolom az orromat először is. Erre már csak egy nagyon kevés highlighter fog menni, hogy olyan nagyon cuki legyen és nagyon kis pisze, bár... És ami hátra van, az már csak a szám, és ha nektek van ilyen narancssárga árnyalatú rúzsotok, akkor tökéletes, hogyha azzal megcsináljátok, viszont nekem nincsen, úgyhogy egy kicsit le fogom alapozni a számat korrektorral, és ugyanezzel a színnel, és egy picit sötéttel át fogok menni rajta, és az lesz a rúzsom. Egyelőre ez így elég hülyén néz ki, de szerintem jó lesz a végeredmény, úgyhogy most megrajzolom gyorsan a számot. I whoop your ass if I catch you stealing from me again. I whoop your ass if you ever get locked up in a pen. I whoop your ass if you go outside without my permission. I whoop your ass if I go up to school and you were skipping. I whoop your ass if he catch you slipping and whoop your ass. I whoop your ass if you smoking fuckers a puff puff pass. You better pass this class. You better take out the trash. You better make this last. You better. És akkor műszempillával együtt így néznek ki a teljes look. Nagyon szeretem az arcfestéseket levinni nyakra is, vagy egy kicsit tovább. Szerintem ennél vagányabbat ilyen rövid idő alatt nem nagyon tudtok csinálni. Az az egyetlen egy probléma, hogy nekem most mennem kell be Bencével az irodába, és normális videót kell felvenni, nem arcfestéseset. Úgyhogy sajnos le kell mossam, viszont mindenképpen csinálok képet, amit ki fogok tenni az Instámra, úgyhogy... Ha megnézzétek ezt a videót, akkor csekkoljátok le a képet is, és hogyha elkészítitek esetleg ezt a sminket, akár bulira, akár csak úgy kipróbálni, akkor mindenképpen jelöljetek meg rajta, hogyha kiteszitek Instára, akár sztoriba, akár rendes posztban. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, hogyha még nem tennétek. Tényleg remélem, hogy tudtam nektek segíteni, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a holnapi részben találkozunk, sziasztok!